games against Vasas. What do you think? Which are the main things, which are the differences between the first and second leg? The first game, we didn't really play great defense. We gave up a lot of points, especially in the second half. We missed a lot of layups. We missed a lot of rebounds as well. I think the second game, we kind of focused more on our one-on-one defense. And also, we switched over to zone, and the zone disrupted them a little bit more than the first game. So we kind of lucked out. And we played better one-on-one defense and finished better than our first game because we had a couple missed layups. So, yeah. Két teljesen különbözőnek tűnő mérkőzést játszottunk eddig a Vasassal. Te mit gondolsz, miben látod a különbséget a két meccs között? Nem vagyok ebbe biztos, hogy ez nyilván az eredményt mutatva különböző mérkőzések voltak, de összességében majdnem mind a két mérkőzésen megvolt egy nagyobb előnyünk. Tehát majdnem 20 pontos előnyünk volt az első mérkőzésen is, amit hát óriási fegyelmezetlenséggel ugye nem tudtunk megtartani, és nem tudtuk kontrollálni a mérkőzést, számtalan könnyű kosarat kapva visszaengedtük a Vasast a mérkőzésbe, és ugye ahogy lenni szokott, ilyenkor nagyon energiát kap és löketet egy csapat, hogy gyakorlatilag ki is használták a mi óriási hibáinkat, és gyakorlatilag emiatt elveszítettük a mérkőzést. A második mérkőzésen hasonló előnyre szertettünk, ugye volt közte 20 is, és nyilván egy picikét taktikusabban, okosabban, fókuszáltabban jobb volt a védekezés. Nem volt jó, de jobb volt a védekezés, mint az első mérkőzésen, és mondhatni így egy simább győzelem volt itt az idegenbeli mérkőzésen, úgyhogy valahogy ez a második félidei játékot, amit produkáltunk idegenbe, azt szeretném látni most az első perctől kezdve, és akkor jó esélyünk van megnyerni a mérkőzést. It's almost the end of the season. How can you describe, how can you summarize this half season which you spent in Budapest? Filled with COVID. I mean, like I said, everything's been kind of closed down. I caught COVID for a minute, so I was home quarantined for a while. Missed a lot of games because of it. So that's kind of what I mean, it sucks, but I kind of haven't really gotten to experience Budapest like I might have wanted to. But like I said, it's a beautiful city. I like being here. I love the people so far, but that's all I kind of got from this season. Keresd minket a közösségi médiában, és gyere el ingyenes hazai mérkőzéseinkre a Ludovika Arénába. Hajrá, csata!